Mostantól a külföldi vendégek számára is elérhetők a legfontosabb tatai hírek, ugyanis megjelent az önkormányzat legújabb, angol nyelven íródott Tata 2015 című kiadványa. A magazin formát öltött évkönyv számos érdekes információt tartalmaz Tatáról és az elmúlt esztendő kiemelt eseményeiről. Ez lett az első olyan kiadványunknak a formája, ami abból a gondolatból, ötletből született, hogy a hozzánk látogató külföldieknek, vagy ha mi megyünk valahova delegációként, vagy akármilyen látogatásra külföldre, akkor valami olyan anyagot is tudjunk adni ajándékba, ami nem egy művészeti kiadvány, nem egy turisztikai kiadvány, nem a múltunkról szól, vagy az épített örökségünk gyönyörű bemutatása, hanem rólunk, tataiakról szól, a mi életünkről. És így készült el ez a Tata 2015 kiadvány, amit angol nyelven készítettünk el, és tulajdonképpen a 2015-ös esztendőnek a legfontosabb tatai eseményeit gyűjtöttük össze benne cikkek formájában, és ezekben a cikkekben összefoglaltuk tulajdonképpen, hogy mi minden történt Tatán 2015-ben, és hát mindezt angol nyelven olvashatja az, aki érti az angolt, és a látogatóink nagy része talán ebből egy olyan új arcunkat is megismeri, hogy milyen a hétköznapi élet Tatán. Az a tervem, hogy ebből minden esztendőben ilyen évkönyvszerűen szülessen meg ez a kiadvány. Azt szeretném, hogy karácsony előttre mindig készen legyen, és akkor, mint egy karácsony ajándékként is a partnervárosainknak, annak a körnek, akikkel a város kapcsolatban van, azoknak elküldhessük, nagykövetségeknek, a partnervárosainknak, a tisztségviselőinek, az egyéb kapcsolatainknak, illetve mindig ott legyen a táskánkban, hogyha olyan helyen járunk, ahol jó, hogyha egy külföldi többet tud Tatáról, annak odaadhassuk. Várjuk a tataiak észrevételét is, és jó szívvel ajánlom azt is, hogyha valaki olyan, akár magánúton, olyan úton vesz részt, ahol azt gondolja, hogy fontos lenne, hogy legyen egy ilyen kiadvány nála, amit oda tud adni az ottani kapcsolatának, az ottani partnereinek, akár a cégek vezetői számára is jó szívvel ajánljuk, és adunk természetesen ebből a kiadványból, hogy minél jobban terjedjen a tataiság, a tataiakról való ismeret az egész világon, elsősorban Európában persze.